Sziasztok, ez a Hősólyom második része. Az előző részben dr. Masanyi Sándorral beszélgettünk az alattyáni labdarúgásról, ebben a részben pedig Bárkányi Arnoldot kérdezik, hogy gyerekkorától mostanáig hogyan is lett labdarúgó, hogy ott volt Újpesten, most 60-ban focizik, volt Jászberénybe, Komlón, úgyhogy tartsatok velünk, nézzétek meg ezt a részt is. Sziasztok! A következő percekben Bárkányi Arnolddal fogunk beszélgetni, aki gyerekkorában kezdte a futballozást, és a mai napig is igazolt játékos. Arnold, a gyermekkorodat Alattyányon töltötted, ezek szerint ott ismerkedtél meg ezzel a mesterséggel, talán már az óvodában? Hála Istennek, én nem az internet világában nőttem fel, szóval rengeteget voltunk kint a srácokkal futballozni, bújócskázni, tehát amit ilyenkor minden gyerek csinált, és akkor, ha jól emlékszem, 1996. júniusában Mosonyi Sanyi bácsi hozta nekem az első igazolásomat az alattyáni esélyhez. Akkor hány éves voltál? 8 éves voltam. Hát, hogy mondjam, igazán sportszakmai értéke nem nagyon volt neki, mert hát az ifi csapatba kellett vitézkedni, de 8 évesen, majdnem 10 évesekkel, 10 évvel idősebbek ellen kellett játszani, hát azért az nem volt annyira egyszerű, de lelkes voltam, jártam edzésekre, minden meccsen ott voltam, úgyhogy szívesen emlékszek vissza erre az időszakra. De utána jöttél a Jászság fővonásságba, Jászberénybe, amikor felső iskolás lettél, vagy hogyan emlékszel vissza? Ezt onnan kezdeném, hogy hála Istennek Jászberénybe akkor voltak ezek az iskola összevonások. Én a Székelymi Általános Iskolába jártam, és minket a Bercsényvel vontak össze, és ugye így lettünk belvárosi, és Kis Attila tanár úr átjött oda a Székelymi Általános Iskolába, valami dolga volt, azóta se tudom, hogy micsoda, és mi ott fociztunk a betonpályán, és egy bizonyos idő után oda jött hozzám, hogy lenne kedvem a Góliát McDonald's-os iskola csapatba játszani. A Góliát McDonald's akkor érte virágkorát Weiss Müller Imre bácsi irányításával. És akkor én mondtam neki, hogy szívesen részt vennék ezeken a focikon, és akkor minden hónapban volt egy torna különböző iskolákba, és akkor igazából engem ott vett észre Cigány Zoli és Rédei Pista. A JSE-ből? Így van, ők voltak az edzőim. És hát emlékszem, először azt válaszoltam nekik, hogy nem szívesen mennék, mert én le vagyok igazolva alattjára az ifi csapatba. Aha. De ugye apukámat ismerték, beszéltek vele, ugye otthon az öreggel megbeszéltük, hogy csak jobb lenne a saját korosztályba futballozni, úgyhogy 98 márciusába kerültem be Jászberénybe. És ott már Alattyányon túl, tehát Alattyán éveket kivéve már sokkal komolyabb meccseket játszottál, és az volt benne a lényeg, hogy a korosztályodban játszottál. Több korosztályon is részt vettél, hiszen 14 éves kaliber voltál. Igen, igen. Tehát az, hogy nem az idősebbek között kellett játszani, hanem saját korosztályban, ugye az teljesen más megvilágítás alá helyezte ezt az egész pályafutásomat, úgymond. És nívós bajnokságban tudtunk szerepelni, és Budapest bajnokságban lettünk benevezve. Az NB1-es csapatoknak az utánpótlásával játszottunk, tehát MTK, Újpest, Fradi, minden szombaton reggel indultunk fel játszani, és ott is nagyon jó, szép sikereket értünk el, tehát nem egyszer-kétszer előfordult, hogy nagyon elvertük őket. Úgyhogy... Jászberénynek híres az utánpótlás egyébként, és már akkor is bontogatták szárnyaikat a fiatalok. Igen, igen. Nekünk az a 88-89-es garnitúra az egy nagyon jó csapat volt. Sokan azt mondják, hogy az utóbbi 10-20 év egyik legjobb utánpótlás korosztálya, tehát mi nagyon sok teremtornán is voltunk, kispályás tornán, nagyon szép sikereket éltünk el országos szinten is. Sajnos abból a csapatból egyedül most már csak én futballozom, pedig rengeteg tehetséges gyerek volt. Többiek úgymond kiöregedtek, vagy abban? Lemorzsolódtak az évek során sajnos. Nem tudom, hogy miért. Utána nagy fordulat következett, mert 14 éves korod környéken, amikor elvégezted a 8 általánost, akkor Budapestet tetted át a székhelyedet. Te döntöttél úgy, hogy jó lenne egy magasabb helyre menni, vagy a család, vagy egyáltalán hogy történt ez? Tudom, hogy pesti csapatokkal játszottatok, bizonyára volt kapcsolat, de azért nem egyszerű volt akkoriban fölkerülni. 2001 őszén jött a telefonhívás az Újpesttől, hogy várnának ilyen kiválasztókra, tehát föl kellett menni kétszer, háromszor ilyen próbajátékra úgymond. Sőt, még emlékszem, a sportkórházba is föl kellett menni egy erőállapot felmérésre.
hála Istennek megfeleltem, de megbeszéltük a klubbal, hogy nem csatlakozom, csak majd, hogyha kijárom az általános iskolát, úgyhogy 2002. júniusában kerültem fel az Újpesthez. Tehát Pesten laktál, úgymond oda jártál felső tagjártva gimnáziumba, ott is érettségiztél, és közben futballoztál. Igen, tehát a középiskolát azt ott elkezdtem, egy sportgimnáziumba, és ez 2007-ig voltam ott közben, voltak hála Istennek szép sikerek, tehát ott azért az a korosztályos csapat az újpesteknél ugye mindig kiemelt. Tehát az U15-ös korosztályban sikerült is egyből országos bajnoki címet nyerni, utána U17-ben, U19-ben is talán mindig az ötben volt a csapatunk, tehát azért az Újpestet ez predesztinálja, hogy ez mindig ott voltunk az élmezőnben, és én még kiemelném a pályafutásomban a gimnázium évek alatt, ugye ott is volt iskolafutball, kétszer nyertünk az iskola csapattal is országos bajnoki címet, és 2004-ben voltunk kint Dániában iskola világbajnokságon is, úgyhogy erre is nagyon büszke vagyok. Az igen. Akkor már kialakult, hogy a csapaton belül mi az a legjobb poszt, amin te játszol, vagy az még csak később? Igen, tehát ilyenkor még azért kiforja magát a dolog, én is megfordultam nagyon sok pozícióba, voltam védő, középpályás, támadó is. Én úgy voltam vele, hogy mindegy, csak tudjak játszani. Tehát azért az egy alattjáról elkerülő srácnak nagyon nagy dolog, hogy azért az Újpestbe tud játszani. Nekem is az volt. Igaz, másfél évem ráment, mert azért csak az otthon hagytam ott barátokat, családot, és azért Berényben mindenem megvolt, a csapatban is ugye legjobbak között voltam, és azért felkerülni Újpestre, ahol van 20 ugyanolyan karakter, a távolság nehéz volt megszokni, kellett másfél év, de úgy gondolom, hogy ha visszatekintek az újpesti időszakra, akkor pozitív volt. Maradtak barátok? Barátok maradtak, csak ugye hát mindenki a szélrózsa minden irányába elkerült, úgyhogy találkozni nem találkozunk, néha ugye az interneten keresztül vagyunk kapcsolatban. És utána itt is befejezted az ott lévő focit. Miért jöttél haza? Befejeződött az a képzés, amin te váltál, hogy magasabb szinten futballozzál, és úgy gondoltad, akkor hazamegyek, mert én otthon érzem jobban magam, mint az előbb is kiderült, mert mondtad, vagy miért jöttél haza? Természetesen én is azzal a céllal vágtam annak az egésznek neki, hogy ugye az Újpest NB1-es csapatába szeretnék majd egyszer játszani. Hát haladtak az évek, sajnos voltak olyan dolgok a pályafutásomban akkor gyerekfejjel, amiket nem nagyon tudtam levetkőzni, tehát azért nagyon szerettem a labdát, jellemző volt rám azért elég nagyfokú fegyelmezetlenség is. Közölték velem, hogy bármit elérhetnék igazából, de hogyha ezeken nem tudok változtatni, akkor sajnos nem tudnak alkalmazni a felnőtt keretnél, hát sajnos az úgy alakult, hogy közölték is, hogy nem tudok felkerülni, viszont az ifi korosztályt kinőttem, tehát nem lenne értem. Mindenképpen dönteni kellett. Igen, és pont Ibi bácsival volt egy interjú a Bercsényi Sportcsarnokban 2006 telén, hogy ha arról lenne szó, hazajönnék-e, és hát 2007 februárjában jött a megkeresés a Jász Berénytől, hogy MB2-be hazajönnék-e, ha úgy alakulnak a dolgok. És akkor hazajöttél. Igen. MB2-es évekre hogy emlékszel vissza? Én már emlékszem, ahogy visszajöttél, de hogy ki volt az edző, pontosan azt nem tudom, néhány szót róluk is. Ugye én a 2006-7-es szezonnak a tavaszi küzdelmeibe kapcsolódtam be, Szabó Imre bácsi volt az edzőnk. Hát ugye az ifi futball az teljesen más, mint a felnőtt futball, ráadásul ugye itt a másodosztályról beszélünk, azért 18 évesen visszakerülni nem volt egyszerű, de úgy gondolom az alapjaim azok megvoltak, azért Cigány Zoliék és Rédei Pistályék, és ugye az újpesti évek. Úgy gondolom, hogy elég nagy mély víz volt. Egyből bekerültél a csapatba, vagy sokáig kellett hajtani, hogy bekerülj? Kellett hajtani, de hála Istennek ugye akkor volt ilyen szabály az MLS-nek, hogy fiataloknak kellett játszani. 21 év alatti játékosnak a kezdőbe kellett azt hiszem kettőnek lenni mindenképpen, és én rám gondolt a vezetőség, hogy akkor én lennék az, és azért igazoltak haza. És hogy teltek elők az évek? Tehát jó volt az NB2-ben játszani? Milyen volt a légkör a Berényeknél? Szabó Imi jól bánt a csapattal? Természetesen én is nagy dolognak éltem meg, hogy rögtön a felnőtt futballt ugye a másodosztályba tudtam elkezdeni. Hát azért nem akár kik közé kerültem vissza, elég, ha csak mondjuk Németh Gyula nevét mondom, Lukács Lórét, Tasi Zoliét, Molnár Janiét,
azért igazoltunk egy Potemkin karcsit, egy Sinkó Balást, mondhatnám tényleg a teljes igény nélkül, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt ezek között a játékosok között elkezdeni a felnőtt futballt. És ugye kieső helyen volt a csapat, mikor visszajöttem, hála Istennek kiharcoltuk a bennmaradást, úgyhogy az év az pozitív volt mindenképpen. És utána, ha jól emlékszem, addig maradtál Berénybe, amíg meg nem szűnt a foci, mert hogy megszűnt Berénybe. És akkor hogy döntöttél? Hova tudtál elmenni? Hát ugye az MB2-es kiesés 2009 után hozta magával, hogy egyre jobban ment lefelé a klub, és ez a lejtő sajnos 2011-ben olyan pontra érkezett, hogy márciusban a tavaszi szezon előtt két nappal közölték, hogy nincs tovább folytatás, és akkor ott volt egy kérdőjel, hogy akkor most tényleg merre, hát az ott már azért nem olyan könnyű eligazolni két nappal a bajnokság előtt, és akkor Hevesre kerültem az MB3 Mátra csoportba, ott töltöttem el azt a tavaszi szezont. Sikerült bennmaradni. Ott is kieső helyen volt az a csapat is, és sikerült bennmaradni. Utána érdekes módon elköltöztél Dunántúlra, Komborra? Igen, 2011 vagyunk még mindig. Nyáron Hályos Pista bácsiék hívtak, hogy mégis újra megpróbálnák a berényi futballt elindítani. Sajnos augusztusban megint ott tartottunk, hogy hiába volt ez a törekvés, megint csak nem lett. És ugye augusztusnak megint abban szokában voltunk, hogy már megint csak nehéz volt bárhova elmenni, és akkor Váci Gyula bácsi segítségével kerültem akkor Komlóra. Igyekeztem én is új területekre nyitni. Azért ott van egy Kozár Michelin, egy Pécsen, hát ha egy jó szezonnal, vagy két jó szezonnal sikerülne oda valahova tovább lépni. Tehát ez volt a cél. Igen, de utána csak nem játszottál ilyen végig, ahogy előre gondoltad, hanem ha nem is Jászberénybe, hanem Jászberényhöz közel 60-ba jöttél vissza. Pedig úgy tudom, hogy komoly, jól éreztem magad. Jó éreztem magam, hála Istennek még a baráti kapcsolatok még a mai napig megvannak. Úgy gondolom, hogy a játék is jó ment, Kozár Michelin voltam is próbajátékon. Sajnos nekem úgy a karrieremre úgy jellemző, hogyha visszatekintek, meg talán ezt is sajnálom a legjobban, hogy nyáron nem tudtam eligazolni soha, mert nekem van egy asztmatikus betegségem, visszamaradott, és egyszerűen, amikor ilyen 30-35 fokba el kellett kezdeni mocorogni, akkor sajnos nem tudtam azt nyújtani, amit én igazából tudok, és mindig mondták, hogy hát jó, ügyes, de nem tudjuk alkalmazni, úgyhogy én igazából ezt sajnálom nagyon, ezért nem tudtam eligazolni soha magasabb osztályba. És igen, 60 megkeresett, és 2013-ban az újjáalakult három csoportos MB3-ból jöttem vissza először 60-ba. És ott csak egy évig játszottál, és 14-ben, jól emlékszem, visszajöttél a Jászberénybe. 14-ben, igen, visszajöttem Jászberénybe, akkor Jászberénybe is igen, MB3 volt, és úgy gondoltam, hogy ide lenne hazatérni, hát sajnos, ha ezt tudom előre, hogy így alakulnak a dolgok, hogy alakultak, akkor nem jövök haza, de hát ez most már... Igen, hát nem jó emlékek maradtak arra az egy évre, mert utána visszamentél 60-ba, hiszen ott egyébként jól érezted magad. Igen. 2014 nyarán, amikor ugye eldőlt, hogy Berény nem tart tovább igényt a szolgálataimról, felhívtam Ofel az Oli bácsit, az elnök urat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha visszaigazolnék. Örült neki, azt mondta, hogy természetesen várnak vissza, úgyhogy 2015 nyara óta ott vagyok. Ide. Igen, MB3-ban játszottatok, de tavalyi év nem úgy sikerült bajnokság szempontjából, ahogy gondoltátok, és kiestetek. Összeomlott a csapat? Igen, természetesen csalódottak voltunk az egész klub, hát az 60-nak minimum az MB3-ban van a helye, úgyhogy mindenképpen vissza szeretnénk kerülni, most elég jó állunk. Elsők voltunk. Igen, a megye egyben most elsők vagyunk, féltlen, 13 győzelmünk van és 2 döntetlen. Hát akkor reméljük, hogy továbbra is MB3 marad a 60-i csapat. Mit gondoltál magadban, tervezed-e, hogy meddig játszol? Ez el van már döntve, vagy majd meglátod egészségügyileg? Igen, tehát az a legfontosabb, hogy hál' Istennek eddig is elkerültek a súlyos sérülések, remélem, hogy ezt nem is elfognak. Úgyhogy amíg tényleg örömömet lelem benne, meg úgy látom, hogy tudok segíteni, addig én szeretnék futballozni. Meg igazából van egy egyességünk itt a barátokkal, Józsa Tomékkal, hogyha esetleg alattjánon újraindulna a futball, akkor én nekem a karrierem ott fejezném be legszívesebben, nem tudom, hogy lesz rá lehetőségem. Igen, hát ott kezdted, akkor ott jó lenne befejezni is. Igen, ahol kezdtem, ott fejezném be. Igen, és edzőségre gondoltál?
Megmondom őszintén, most jelenleg még nem nagyon érzem magamban a szikrát, aztán lehet, hogy mire majd oda kerülök, hogy a pályafutásnak vége lesz, lehet, hogy azt mondom, hogy hát csak nem lenne jó kiszakadni ebből az egészből, és lehet, hogy akkor majd hozzá fogok edzői papírokat elvégezni, és akkor valahol majd munkába fogok állni. Igen, és akkor ott járnak nem csak futbolistája, hanem esetleg játékosa és edzője is lesz. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.